Zavargások törtek ki tegnap éjszaka a svédországi Malmöben. Több mint 300 muszlim fiatal randalírozott a városban, gyújtogattak, rátámadtak a rendőrökre, miközben azt kiabálták, hogy Allah Akbar, vagyis Allah a leghatalmasabb. Eredetileg azért vonultak az utcára, mert még délelőtt muszlim ellenes tüntetést hirdettek meg a városba, amit ugyanakkor nem engedélyezett a rendőrség, arra hivatkozva, hogy nem tudja garantálni a résztvevők biztonságát. A Korán egy példányát helyezték el egy malmői utcán, majd benzinnel meglocsolták és felgyújtották bevándorlás ellenes aktivisták péntek délután. Eredetileg ennél nagyobb szabású akciót terveztek volna a délsvédországi városban, de végül ennyivel kellett beérniük. Az akció fő szervezőjét, a Dán Keményvonal nevű párt vezetőjét ugyanis nem engedték belépni Svédországba, sőt, 2 évre ki is tiltotta onnan a rendőrség, mondván megjelenése feszültséget kelt. Ez szégyenletes. Ez azt mutatja, hogy az erőszakkal való fenyegetés a szólásszabadság korlátozását jelenti Svédországban. Jogunkban áll kritizálni az iszlámot, akár kedvesen, akár harciasan, háborodott fel az egyik szervező. A rendőrségi tiltás és az iszlám ellenes akció meglehetősen kisméretei viszont egyáltalán nem akadályozták meg az erőszakot. Estére már több mint 300 muszlim fiatal gyűlt össze azon a helyen, ahol nappal a Koránt elégették, törtek, zúztak, autógumikat gyújtottak fel, egész utcák borultak lángba. A rendőrség nagy erőkkel vonult ki az erőszak megfékezésére, de a fiatalok a rendőröket is gyalázták, aztán össze is csaptak velük. Kövekkel dobálták az egyenruhásokat, órákba tellett, mire megfékezték az erőszakot. Reggelre már csak a pusztítás nyomai maradtak a városban, lakókat felháborította az akció. Óriási összegeket visz ez el, amit nekünk, adófizető polgároknak kell megfizetnünk, a rendőrséget pedig feleslegesen megterheli, hogy ezzel kell foglalkoznia, mondja egy malmői lakos. A délsvéd nagyvárosban nem ez az első eset, hogy elszabadulnak az indulatok. Az elmúlt években többször is napokon át tartottak a zavargások, a többségében bevándorlók lakta városrészekben. A városban ugyanis a svéd átlagnál is magasabb a bevándorló hátterű lakosság aránya, ezzel együtt pedig sokkal magasabb az országos átlagnál a munkanélküliség és a fegyveres erőszak. Ezt a templomot például szinte minden éjszaka megrongálja valaki, a rendőrség egyelőre nem találja a tetteseket. Nagyon szomorú vagyok, végül is egy templom sokkal több, mint maga az épület, mondta a templom lelkésze. A város polgármestere szeretne rendet tenni. Egyszerre kell megvédenünk a szólásszabadságot és a vallásszabadságot, mert mindkettő a svéd alkotmányosság alapja, és egyik sem sérülhet, mondta a polgármester, és egyaránt elítélte a Korán égetést és az éjszakai randalírozást. A svédországi muszlim vezetők önmérsékletre kérték híveiket.